Jó estét kívánok! A házigazda ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a századvég jogi szakértője, a vendége pedig Földi László titkosszolgálati szakértő, akit szeretettel köszöntök a műsorban. Ha egy titkosszolgálati szakértővel beszélgetünk, akkor óhatatlanul az államok belügyeibe való beleszólása a titkosszolgálatoknak, illetve hogy mennyire önjáró ez a testület, azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lehet. Talán első körben érdemes lenne tisztázni, hogy a titkos szolgálat nyilván titkok elárulása nélkül hogy működik? Ki a főnök? Mindenesetre a titkos szolgálat vezetője az Magyarországon a főigazgatóként jelenik meg. Van egy úgynevezett irányító miniszter, korábban ez egy felügyelő miniszter volt, a kettő között az a különbség. Az irányító meghatározhat konkrét feladatokat, ugye korábban a 95-ös törvény alapján pedig felügyelt, azaz a jogszerűséget ellenőrizte. Tehát ez két különböző élethelyzet. Egyébként a titkosszolgálatra itt a kérdésekre és kicsit visszautalva, hadd mondjam el, hogy a 90-es években lényegesen megváltozott az a logika, hogy ellenségkép. Hiszen ugye a két világrend ilyen értelemben megszűnt, legalábbis a Varsói szerződésből adódó szocialista világrendjét Európában, amikor az ellenség volt az egyik és a másik oldal képviselője, tehát fehér-fekete játékot játszottunk, hogy így fogalmazzak. Ez azért változott meg, mert a titkosszolgálatok mindig az adott kormányt, az adott ország védelmére esküdnek fel, és azt végzik. Ebből következően bárkivel tudnak szövetséget kötni, de mindenki más ellen érdekű tud lenni. Tehát függetlenül attól, hogy szövetségi rendszeren belül vannak, lásd NATO, vagy bármilyen más szövetség, az ellenérdek folyamatosan jelen van. Ugyanis ez nem egy külpolitikai, nyílt együttműködést feltételező világ, ez egy operatív világ. Tehát a mélyben két dolgot kell tennie folyamatosan, megpróbálni a jövőt valamilyen szinten, stratégiai értelemben kezelni. Tehát olyan információkat kell szerezni, ami még nem történt meg. Most ez csak úgy működik, hogyha minél szélesebb forrás hátteret épít ki, tehát magyarul még a barátok közelében is, hogy így fogalmazzak, most ugye szövetségi országokról beszélünk, azért érdeklődik, finoman fogalmazva, hogy annak idején, hogyha itt pletykálkodhatok, amikor ugye gyakorlatilag Magyarország csatlakozott az új irányokhoz és a NATO szövetségbe belejutott, akkor ugye mindenki nézett, hogy akkor most mi lesz velünk hírszerzéssel például, hiszen korábban voltak ellenségek, voltak barátok, de hát ez most elvileg megszűnt, mi lesz. És akkor mondhatunk, hogy az nem létezik, hogy az egyik kormány és a másik kormányt ne érdekelné, akár a szövetségi rendszeren belül is, hogy tulajdonképpen számára mit hoz a jövő. Tehát az információt tovább is gyűjteni kell. Egy gentleman agreement volt emögött ugyanakkor, hogy formálisan nem szervezünk be. Ugye már a kémkedésnek a lényege az, hogy kémeket szervezünk. Most akik a beszerveznek valakit, egy adott ország polgárát, ő hazáruló. Ezt lehet finoman fogalmazni, meg nem ezt célokat mögé rakni, hogy azért működik együtt, mert, de tulajdonképpen törvényi szempontból és erkölcsi szempontból is ő elárulja a hazáját. Na most, tehát ezt elkerülendő, hogy ne kerüljünk ilyen ellenséges viszonyrendszerbe, ami a múltban volt azért, döntetett el, illetve hát, hogy lehetőleg a végsőkig nem megyünk el, de a soha föl nem merült, hogy ne érdeklődnénk, hogy ne szereznénk információt, hogy ne próbálnánk a saját kormányunkat fölkészíteni egy jövőképben arra, hogy mire számíthat, akár a barátok részéről. Az nem okoz problémát, hogy azzal kell barátkozni, aki addig ellenség volt? Ez szakma. Tehát én tudom azt, hogy James Bond filmek és romantikus minden van mögött az emberek is, vagy a civilek képzetében, de higgyük el, hogy a feladatok nagyon egyszerűek és nagyon világosak. Védeni kell egy ország nemzet biztonságát. Tehát meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az egy országon belül élő emberek ne kerüljönek olyan helyzetben, ami válságokat jelent, ami az ő életüket alapvetően biztonsági szempontból ugye megkérdőjelezi, vagy nehézé teszi. Tehát ez egy munka. Független attól, hogy korábban mondjuk más baráti viszonyrendszerek voltak, vagy szövetségi rendszerek, ezt a munkát ugyanúgy kell végezni. Az operativitás, a technika, a módszerek, az eszközök ugyanazok voltak, ugyanazok jelenleg, és mindig ugyanezek maradnak. Nyilván a technika fejlődésével kicsit változnak, de a megközelítés, a feladatok tulajdonképpen stratégiája és koncepciója, a hírigény,
az adott kormányzat részéről, az mindig lesz, és ezt el kell végezni. Érdekes helyzet persze az, hogy korábban a rendszerváltás időszakáról beszélünk, egy átmenetben, mondjuk korábban szemben álltunk, hogy fogalmazzak, vagy keményebben próbáltuk egymást legyőzni. De éppen azért, mert ez egy szakma, és erre is tudok anekdótát mondani. Hát ugye, amikor az első miniszterünk Boros Péterrel közösen utaztunk Amerikába a CIA-val hivatalosan találkozni, akkor kicsit fagyos volt a légkör a repülőn, úgy értem, az új politikai vezetés, ugye a régi káderek, titkosszolgálati emberek. Majd amikor a CIA-t átkalódkal fogadott, és azonnal együttműködtünk, konkrét célok irányában dolgoztunk és beszélgettünk, akkor a miniszter meglepődött. Visszafelé már baráti volt a légkör ugyanakkor, mert ugye belátta a politika, hogy itt nyilván politikai változásnál egészen más feeling, egészen más erkölcsi háttere van egy változásnak a szembeni szakmával. És azt is meg kell mondjam, hogy az is nagyon, mondjuk, hogy már egy a magyar szolgálatról beszélünk, nagyon határozottan fogadták el az új partnereink, hogy mi a múltról következetesen nem árulkodunk. Nem áruljuk el a múltunkat, sem a volt ügynökeinket és semmit, mert ez a lényege, a konspiráció, a biztonság, a titkok megőrzése, a lényeg egy ilyen szolgálatnak. Ha ezt bárki feladja, akkor megszűnt a szolgálat. A titkosszolgálat kormányt véd, vagy hazát véd? Hazát véd. A titkosszolgálati törvényben is egész pontosan nem fogom tudni idézni, de valami ilyesmi szellemisége van, hogy az ország biztonságának a védelme lojalitással a mindenkori kormány irányába, hiszen a kormányok azok, amelyeknek az eszköze a titkosszolgálat. Nem egy önálló szervezet mindentől függetlenül, hanem mindig az adott illetékes aktuális kormány az, amely úgymond a hírigényeket megfogalmazza, tehát meghatározza a politika irányait, a stratégia irányait, de alapvetően csak és úgy teheti ezt meg, hogyha az egész ország szempontjából ez hasznos és elfogadható. Tehát ugye láttuk azt Magyarországon is, de más országban is előfordul, hogy amikor pártpolitikai érdek megjelenik, ugye, és a kormány elfelejti azt, hogy az ország biztonságát kell garantálni a szolgálatokon keresztül, akkor mindig botrányok vannak. Hadd ne soroljak ilyen botrányokat, de azt gondolom mindenki tudna jócskán, még Magyarországon is, minden más országban is előfordul, hogy a politika néha túlértékeli a saját lehetőségeit, túlértékeli azt, hogy ez később jelentene ki kockázatot és problémát, és arra is tudok anekdótát, amikor minket erre fölkért egy bizonyos vezetés, mert azt mondtuk, hogy rendben van, de ha elvégezzük, mossuk kezeinket, viszont te, mint politika, bele tudsz bukni. Még mindig akarod? Mondta, hogy jó, akkor rendben, felejtsük el. Tehát én azt gondolom, hogy a titkosszolgálatoknak van egy olyan feladatuk, hogy csak és azt a feladatot vállalhatják be. Még vannak a kockázatában is, hogy esetleg leváltják őket a vezető beosztásunkból, amely az ország érdekében történik. És minden más, ami a politika szűkebb, pártpolitikai szempontjait veszi figyelembe, attól el kell zárkozni. Ezt azért kérdeztem, mert ahogy Zoltán is elkezdte a beszélgetést, ugye különösen nagy kihívással kell szembenézniük az elmúlt években a titkos szolgálatoknak, hiszen egy olyan áradat indult meg Európa irányába is, a többi között, amely ellenőrizetlen. Tehát olyan emberek léptek át határokat, akikről igazából nem tudjuk, hogy kik honnan érkeztek, mi a múltjuk, mit terveznek, egyáltalán most hogy képzelik el az életüket. És azért arra tisztán emlékszünk, szerintem, amikor a magyar miniszterelnök először kiállt és elkezdett erről beszélni. És akkor sokan azt mondták, hogy egyrészt honnan veszi ezt, másrészt hogy veszi a bátorságot, hogy riogatja az embereket, és még lehetne sorolni. Aztán mára beigazolódott, hogy ez valóban így van. Hogyha ezt a vonalat veszük, amelyet ön elmondott, hogy a titkosszolgálatoknak hogy kell működniük, akkor a többi vezető miért nem állt akkor ki, és mondta, hogy igen, mi is tudunk erről, hogy valóban erre készülnek, és Európa felé készülnek. Szögezzük le, hogy tudtak róla. Tehát itt ez nem kérdés, hogy buták voltak, vagy nem hallottak. Ugye a titkosszolgálatok ugyanúgy tájékoztatták őket, mint Magyarországon. Hozzáteszem, talán még jobb lehetőségük is volt az információk megszerzésére, hiszen nagyobb szolgálatok több lehetőséggel, több pénzzel, több technikával vannak felszerelve. De ahogy említettem az előbb is, a titkosszolgálat egy eszköz. Tehát ő nem tudja eldönteni, ő javaslatokat tud tenni arra, hogy a politika milyen irányt válaszol. Általában az az elv,
hogy ne egy javaslat találjon elő a titkosszolgálat, hanem mondjuk ABC variációval, és hozzátenni azt is elemzésképpen, hogy az A-nak, B-nek, C-nek ez a következménye, amely nem politika, te ezt követed. Most ugye Európában azt láttuk, hogy megvolt ez az ABC variáció Németországban is, Franciaországban, mindenhol, de a politika a D-t választotta. Tehát nem azt, ami szakmailag megalapozott lett volna, amelyben lehetett volna árnyalatmi különbséget tenni, hanem egy teljesen mást. Azt is mondhatom, hogy 180 fokkal mást. Most ilyenkor a titkosszolgálat két dolgot tett ezt követően, megpróbálta ezt valamilyen szinten azért moderálni. Ugye, tehát függetlenül attól, hogy jött az illegális áradat, azért például a szolgálatok igyekeztek beépülni, igyekeztek kezelni valamilyen formában ezt a folyamatot, megfigyelni a radikális elemeket, és így tovább. Nyilván ez nem lehetséges akkor, amikor az alaprend nincs a helyén. Ugye erről is rengeteget beszélt már mindenki. Na most, ez volt az egyik. A másik pedig, és ez volt számomra az igazi jelzés, amikor a titkosszolgálatok vezetői, németek, franciák, angolok, hogy emlékszem vissza, kiálltak a nyilvánosság elé, azt is kockáztatva, ők ezt nem tehetik meg egyébként normál esetben, nem is feladatuk, nem egy exhibicionista beosztás. Tehát azért beszéltek, igaz, még diplomatikusan, igaz, még óvatosan, tehát nem szídva és bírálva a kormányukat, de fölhívja a figyelmet a veszélyekre, mert tulajdonképpen a tömeget hívták segítségül. Ahhoz, hogy a kormányokat meg tudják győzni arról, amiről az operatív jelentésben nem tudták nyilvánvalóan, hisz a politika fölülírta az ő szakmai véleményüket. Ha ebből indulunk ki, akkor ez egy logikus lépés a tekintetben, hogy a titkosszolgálat is a démosz a demokrácia képletében megpróbálja visszailleszteni, és az embereken keresztül kívánhatni, vagy adott esetben új politikai erők megtámogatásával kívánhatni a mindenkori kormányzatokra. Ugye önmagában ez egy nagyon érdekes és lebilincselő elemzés volt abból a szempontból is, hogy hát sokan azért azt feltételezik, hogy vannak a titkosszolgálatnak saját önjáró akciói is, az persze a László által elmondottakból nem következik, hogy ilyen nincs. Alapvetően az ország mindenkori érdeke, a nemzet mindenkori szolgálata az prioritás kell, hogy legyen. És hát ebből a szempontból azt láthatjuk egyébként, hogy talán az egyik legérdekesebb terület az Európai Unió. Nem csak azért, mert itt volt egy poszt-szovjet tömb, és volt egy nyugati tömb, és azért volt nyilvánvalóan egy átjárás, hanem talán kiszolgáltatottabb, kitettebb ez a kontinens, illetve maga az európai közösség, mondjuk Kínához, vagy éppen az Egyesült Államokhoz képest, vagy ahhoz viszonyítva, és hát különböző titkosszolgálatoknak, akár az izraelinek, akár az amerikainak, akár az orosznak is egyfajta ütköző zónája. Tehát ha még a 80-as években lehetett ilyeneket olvasni, hogy milyen titkosszolgálati akciókat bonyolítottak le Budapesten, amihez egyébként magyaroknak semmi köze nem volt, de ilyen-olyan nemzetiségű ember itt fogtak el, vagy itt bújtattak. Tehát ez egy nagyon érdekes, azt gondolom, feltáratlan terület, és hát még egy dolgot, ha szabad megjegyezni, egyébként Lászlóval erről beszéltünk is, hogy néha valóban a médián keresztül akár vészjeleket is küldhet a titkosszolgálat. Ugye a Le Figaro-nak volt egy általam sokszor hangsúlyozott és hangoztatott cikke még 15 elején, amikor ez az egész hullám elkezdődött, hogy a különböző terrorszervezetek, Iszlám Állam, Al-Qaida, Boko Haram tömegeket fognak az Unió irányába indítani, még akkor híre hamva nem volt ennek az egész inváziónak, ahogy László is szokta hívni, és ez a Le Figaro cikk rögzítette, hogy ebbe a tömegbe terroristákat fognak elrejteni, és lám a Le Figaro cikkben 15 elején, ami le lett írva, az gyakorlatilag egyfajta forgatókönyve lett az elkövetkező 3 évnek, és emlékszem a beszélgetésünkre, megkérdeztem, hogy lehet-e az, hogy emögött a titkosszolgálat az, nem lehet, ez biztos. Tehát ugye van ilyen lehetőség is, és van ilyen pozitív hatása is a titkosszolgálatok munkájának. Ja, adódik ebből a kérdés, hogy akkor ebből hol marad a politika, mert hogy olyan szempontból, hogyha mindenki vészjelzést ad le, és a
titkosszolgálati szakma, amely nem arra hivatott, hogy kiálljon így úgy amúgy, és tudassa, hogy létezik, és információt adjon közvetlenül a népnek. A nép is jelzéseket küld, hogy ez neki nem felel meg, bizonytalan, fél adott esetben, akkor a politika miért nem úgy dönt, ami jó az ő saját népének? Azért, mert... és többfajta olvasat lehet. Én azt tartom reálisnak, hogy a nagy tőke, a pénztőke az olyan befolyással bír bizonyos globális folyamatokra, médiahatalommal, politikusok zsebükben tartásával és egyéb módon, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, a titkos szolgálatok, a szolgálatok is egyfajta hatalmi koncentrációt képez, a mondjuk így, hogy a liberális politikai elit is önmagában egyfajta hatalmi központ, a sajtó is szokta magáról feltételezni, a bíróságok is egy-egy országon belül, vagy éppen mondjuk Strasbourg, az európai, vagy éppen nemzetközi, az Európa Tanács tagállamai körében megfogalmazható térben, de ugyanakkor a globális nagytőke és pénztőke is rendelkezik olyan hatalommal, amely a saját érdekeinek alá tudja a politikát rendelni. Egy gyors példa, ugye azt mondja a nagytőke és a pénztőke Németországban, hogy nekem a jövőben ahhoz, hogy a fogyasztást biztosítani tudjam, illetve a bevételt és a tőke maximalizáció jegyében a forrásokat, ahhoz nekem újabb emberekre, embertömegekre van szükségem, ezt a demográfiai adatok szerint a németek nem tudják produkálni, ezért behozok harmadik országbeli személyeket, és ez egy olyan gazdasági érdek, amely felülírja a népakaratot, és a politika meg ennek fekszik le inkább, mint hogy meghallgassa azt, hogy mit akar a többség, és azokat az erőket pedig, amelyek ezt kimondják, akár úgy is, hogy kapnak hozzá titkosszolgálati, vagy más, hogy úgy mondjam, alternatív módon beszerzett információkat, és ezt tálalják mondjuk az AfD adott esetben, őket oroszbarát, fasiszta erőknek állítják be a mainstream médiumok, illetve a politikai elit. Tehát ilyen módon szerelik le, idézőjelbetéve azokat az erőket, amelyek megtestesítik adott esetben a németek többségének gondolatvilágát. Azt már tisztáztuk többször is, más műsorokban is, más beszélgetésekben is, hogy a titkosszolgálatnak milyen szerepe van az ilyen esetek, hogy előre jelezze azt, ahogy Földi László is fogalmazott, ami még meg sem történt, ami adott esetben még valakinek a fejében tervként fogalmazódott meg. Mit tud tenni akkor a titkosszolgálat, amikor ez már bekövetkezett, ahogy ön fogalmazott, az invázió az már elindult, Európa elég nagy bajban van, ilyenkor a titkosszolgálat hogy nyújthat segítséget? Ez nem segítség kérdése, neki ezzel feladata van. Bocsánat, egy mondat a Zoltán által elmondatakhoz. Meg kell érteni a hatalom lényegét. Tehát amikor valaki hatalmon van, akkor tulajdonképpen 4 évig, 5 évig, mikor következik a választás, addig ő hatalmon van. Tehát igenis tud úgy dönteni, hogy a többség érdekével szembe megy. Ezt én nem akarom ragozni, csak nagyon világosan ezt tudnunk kell. Tehát, és itt függetlenül attól, hogy ki mit mond, vagy mik a tények adott esetben, a hatalom az nagyon-nagyon a jelenlegi demokrácia játékszabályai szerint az egy nagyon adott történet. Nem véletlenül akar mindenki a hatalomhoz hozzáférni, hogyha ugye megfigyeljük. De visszatérve a szolgálatokra. Tehát egy ilyen inváziós helyzetben, amikor tulajdonképpen az első védelmi rendszer nem működik, magyarul nincs határellenőrzés, mert ez a dolognak a lényege, és ezt iktatták ki alapvetően ilyen humanitárius és egyéb szolgálatokon keresztül, akkor a szolgálat meghat. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbál beépülni. Nem azt jelenti, hogy nem próbál információt szerezni. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbál lokalizálni, ugye a dzsihadista és egyéb szélsőséges rendszereket. Megpróbálja, ez a dolga teszi. De elképesztő hátrányban van. Mert ugye a titkosszolgálat egy elem a védelemben. Aztán van a rendőrség és egyéb ilyen karhatalmi erő, az van a hadsereg és határőrizet és egyéb. Tehát egy védelem az nem egy szervezet problémája. A védelem egy összehangolt feladatkör, amelyben mindenkinek a szerepe megvan, és mindenki ismeri ezt a szerepet. Na most, hogyha a politika, ebben bocsánat, pestélyesen szól, belerongyol, tehát tönkreteszi tulajdonképpen a rendszernek a strukturális lehetőségét a védelemre, akkor onnantól kezdve atomizálódik tulajdonképpen az összes szervezet. És amikor van egy merénylet, akkor számon kérjük a titkosszolgálaton, hogy miért nem akadályoztad meg, hiszen azért fizetünk, hogy akadályozd meg. Hát igen, csak a struktúra egysége hiányában tulajdonképpen képtelen.
És hiába teszek bele több pénzt, hiába emelem a létszámot, olyan technikát, műholdrendszereket találok, nem fogom tudni megoldani, hiszen a teljes struktúrának az együtt hatása az, ami a védelmet jelenti. És ugye ez a védelem, ráadásul a biztonság, mint olyan, ez egy nem létező dolog. Hát tessenek belegondolni abba, hogy ki a csodát érdekel a biztonság, ha egyébként van. Ez mint a levegővétel. Veszünk a levegőt, nem gondolkozunk, hogy levegőt veszünk, mert kell. Most a biztonság, a védelem problémája akkor jelentkezik, hogy nincs. Amikor megsértem ezt az egyszerű elvet, hogy van biztonság, hogy van védelem, ha megsértettem, onnantól kezdve nagyon komoly gondjaim vannak, mert nem értem a helyzetet. És elkezdem számon kérni, egyébként nem jogtalanul, azokon a rendszereken, akiknek egyébként dolga lenne ezt csinálni. És mindig visszültünk oda, Lomnitz úr is többször beszélt erről különböző műsorokban, hogy a politika döntése a sajnos fölülír. Amikor a politika a szakmában mászkál, megint csúnya szót fog mondani, egy turkál, onnantól kezdve vége a szakmaiságnak. Tehát ezt nem lehet korrigálni egyik pillanatra a másikra. A titkosszolgálatról konkrétan azt kell mondjam, 10 perc alatt teszem tönkre úgy, hogy 10 évig nem tudják összerakni. De lehet, hogy soha többé. Magyarul, azok a fajta sérülések, amelyek egy védelmi struktúrán esnek, azért, mert nincs határellenőrzés, és ennek a következményei, azért, mert a titkosszolgálat javaslatát félresöplik, és egy egészen más rendet hoznak, ez nem ott jelenik meg, hogy na jó, hát most volt egy rossz döntés, hanem hosszú időre stratégiai döntési hiba keletkezik, ami azt jelenti, hogy évtizedekre, ha nem tovább, okozok olyan sérülést a rendszerben, ez esetben a védelmen, amelyet nem lehet rövid távon érdemben korrigálni. És ezzel mindig az ellenfelet, az ellenséget segítem, hiszen tulajdonképpen neki majdhogy nem semmit nem kell tenni a győzelem érdekében, csak léteznie kell. És ma ez van. Ez azt feltételezi, amit most elmondott, hogy azon túl, amit Zoltántól is hallottunk, hogy Németországot hozta példaként, hogy ott harmadik világból kellett behozni embereket, hogy tulajdonképpen megtermeljék a GDP-t a német állampolgároknak és Németországnak. Ezen túl is van valami cél. Tehát, hogyha ilyen fokú sérülékenységre hajt valaki, bocsánat a kifejezésért és a megfogalmazásért, akkor ez túlmutat azon, hogy egy országnak a GDP-jét egyszerűen növelni akarják. Ez ahhoz képest egy ilyen kis vidám történet tulajdonképpen, hogy hát kedves emberek, tulajdonképpen csak dolgozni hívják be őket. Ennél többről van szó, ha jól értem. Hát Európa elpusztításáról. Ez egyértelmű. Európa átalakítása az Európa pusztulását jelenti, hiszen Európa a fehér keresztény ember, a kreatív fehér keresztény ember hazája, és mindig annak is kell, hogy maradjon. Ez nem jelenti azt, hogy mindig jót cselekedett az európai fehér keresztény ember, de azt jelenti, hogy nélküle Európa nem lesz ebben a formában. És hogyha Európa iszlamizálódik, akkor ez egy iszlám világ lesz, ami egészen más. Én dolgoztam azon a régióban, azt kell mondjam, hogy egy élhető világ ott nekik, de nem nekünk, és nekik itt nem. Tehát ez az az integráció képtelenség, amiről bárki gondolkozik. Most ezt mindenki tudja, ahogy gondolom, nem, bocsánat a kifejezését, hülyék azok az emberek, akikről itt az Zoltán előbb beszélt, az erőterek, akik ugye átviszik az akaratot mindenáron. Tehát ők pontosan, ezért nem tudok másra gondolni, mint Európa elpusztításáról van szó. És innentől kezdve a védelem kérdése, akik ezt nem akarjuk, már komoly háborúban vagyunk. Tehát nem ideológiai vitákban, politikai játékokban, szavazás következményeit próbáljuk valamilyen szinten maszatolni, hanem a háborút meg kell nyernünk, mert ellenünk háború folyik. Meg lehet nyerni? Meg fogjuk nyerni.